Szekszárd fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a közgyűlés tagjai betemessék a politikai árkokat. Ebben a folyamatban volt kulcsfontosságú lépés az, amikor Ács Rezső, a város polgármestere, felkérte az éjjel Szekszárdot képviselő Zaják Ritát, hogy tanácsnokként segítse a munkáját. Erről a Tolnai megyeszékhely jegyzője beszélt az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján. Gábor Ferenc a Rádió 1 műsorában azt mondta, ahhoz, hogy Szekszárd újra fejlődő pályára álljon, a közgyűlés tagjainak együttműködésére van szükség. A cél az volt, amit az Zaják képviselő asszony is pontosan megfogalmazott, hogy ezeket a lövészárkokat temessék be, és tényleg közös munka induljon el. Megpróbálta nyilván a polgármester úr azt a személyt megtalálni, akivel tud és lehet együtt dolgozni. Gábor Ferenc arról is beszélt, hogy bár a veszélyhelyzet idején a jogszabályok szerint a polgármester egy személyben járhat el közgyűlési hatáskörben, ennek ellenére Szekszárdon folyamatosan egyeztetnek a közgyűlés bizottságaival. Számszerűen ez azt jelenti, hogy a november óta meghozott 216 döntés előtt 200 alkalommal, vagyis az esetek 93%-ában kikérték a bizottságok véleményét, és szinte 100%-ban a bizottsági javaslatoknak megfelelően születtek a döntések. Ez úgy történik, hogy gyakorlatban úgy készítenek a kollégáink vagy az intézményeink egy előterjesztést. Az előterjesztést írásban véleményezzük, ezt követően, ha jóváhagyásra került, akkor a bizottsági hatáskörben, akkor a bizottság elnökén keresztül a bizottság véleményét kikérjük. Ha a közgyűlési hatáskört érint a döntés, akkor pedig a közgyűlés tagjainak kiküldjük véleményezésre a frakcióvezetőkön keresztül, és a frakcióvezetők küldik az egyes frakcióknak a véleményét az adott döntéssel kapcsolatban. A Rádió 1 pénteki műsorának Gyurkovics János, a város alpolgármestere is vendége volt. Ő azt mondta, nem véletlenül döntöttek úgy, hogy továbbra is érvényben tartják Szekszárd valamennyi közterületén a maszkviselési kötelezettséget. Mint fogalmazott, mert bár Tolna megyében kevés a fertőzött, az országos statisztikákból viszont az látszik, hogy a járvány megfékezése még messze van. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy az a tapasztalatunk, hát természetesen itt a hatóság információkat is begyűjtve, fegyelmezett a lakosság. Mindenki elkövet mindent annak érdekében, hogy minél kisebb veszteséggel essünk át ezen a problémán. Szekszárd közterületein a kötelező maszkviselés egyelőre február 1-ig lesz érvényben.